Idén is díjazni fogják a legjobb sportolókat és csapatokat. Az idei sportgála dátumát Maros és Hargita megyében már véglegesítették. December 17-én rendezik Maros megyében a hagyományos sportgálát, amelyen a 2015-ös év legnagyobb sikereit díjazzák. A szervezők idén komolyabb műsorral készülnek, amely során sportbemutatókra is sor kerülne. Kós Béla szervező ugyanakkor más, fontos információkra is felhívta a figyelmet. A sportolók, akiket díjazunk, azok a Maros megyei kluboknál kell legyenek leigazolva, hogy elkerüljük a tavalyi megjelent több helyi labba, hogy nem díjaztunk ilyen és olyan sportolókat, akik tulajdonképpen más megyéknek sportolnak. Tehát itt kimondottan azokról van szó, akik a megyei kluboknál vannak leigazolva. A Hargita megyei sportgálára december 19-én kerül sor, és mint megtudtuk, november 15-ig kell a klubok elküldjék az eredményeket. Kovászna megyében még nincs leszögezve, hogy mikor díjazzák a megye legjobb sportolóit. Ma este rendezik a Norvégia-Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki pótselejtezőt. A magyar válogatott utoljára 1981-ben tudta legyőzni a norvégokat, ezen pedig már ma este javíthatnak. A találkozó egyébként 21 óra 45 perckor kezdődik. Érmekkel tértek haza a gyergyószentmiklósi tornászlányok Szerbiából. Az eredmény azért is érdekes, mert a sportolók mindössze néhány hónapja foglalkoznak ritmikus gimnasztikával. Büszkén mutatják érmeiket és a kupákat a fiatal gyergyószentmiklósi tornászlányok, akik rövid időn belül eredményesek lettek. A kicsik már két edzővel készülnek, és Miklós Attila mellett Majorcsik Judit is felkészíti őket. Most már második versenyünkön vettünk részt. Tavaly Cegléden voltunk áprilisban, akkor egy hónapi felkészülés után középmezőnybe végeztünk. Az egész nyáron át tartó munka során, most Szerbiában pedig, hát nagyon jó helyezés. Nem mondom, hogy épp az élen, de második, harmadik, negyedik, ötödik helyezéseket értünk el. Hozzátette, rövidesen újabb versenyeken vesznek részt, ezúttal az országhatárokon belül. Gyergyószentmiklóson a tanulókházában, illetve a sportiskola keretén belül lehet ritmikus gimnasztikát tanulni.